The German army which fought during... Hatalmas katonai tapasztalatuk és az újszerű harceljárások alkalmazása a francia partoktól egész a Szovjetunió távoli vidékéig győzelemhez segítette őket. 1942 nyarán Hitler csapatai Stalingrád kapuitól kezdve az afrikai sivatag homokjáig győzelmet győzelemre halmoztak. Ám 1945 elejére a német hadigépezet meggyengült. Az erősebb szövetséges haderők minden oldalról támadást indítottak, de a Wehrmacht még így is csak hosszú és kőkemény harcok után volt hajlandó letenni a fegyvert. Háborús fegyverek. A német gyalogság. Április 1945-ban egy új kézikönyvet állítottak össze azon amerikai alakulatok számára, melyek Európába készültek, hogy felvegyék Hitler csapataival a harcot. Ez az elképesztően részletes dokumentum máig fennmaradt, és kitűnő betekintést nyújt arról, milyennek látták a szövetséges erők ellenfelüket, a német hadsereget. Az első dolog, amit megtanulhattak, hogy soha ne becsüljenek le egy ilyen tapasztalt ellenfelet. A német nemzet kitűnő tulajdonsága, hogy lelkesedik bármiért, ami a katonasággal kapcsolatos. A németek szerint a csatamezőn csak a támadás vezethet győzelemhez, főleg ha meglepetéssel párosul. A múlt század valamennyi német katonai irodalma hangsúlyozza a hadműveletek agresszív voltának fontosságát. A németek igencsak tudatában voltak a háborús pszichológia szerepének. Ezért kivételesen magas szintre emelték a rendszeres terrorizálást. Agresszív filozófiájuk megvalósításához pedig magasan képzett tiszti állományra és fegyelmezett hadseregre volt szükségük. A Wehrmacht számtalan fegyvert és taktikát alkalmazott a különféle harci helyzetekre. Ahogy a háború jellege változni kezdett, a fegyverzet és az alkalmazott harceljárások is ennek megfelelően követték a változásokat. Az egyik állandó feladat a városok elfoglalása és ellenséges erőktől való megvédése volt. A városok vagy falvak megtámadásakor a német hadsereg az oldaltámadásos vagy bekerítéses taktikát alkalmazza. Igyekeznek elvágni a víz, elektromos áram, gáz és egyéb ellátást. Miközben halad előre a bekerítő hadművelet, nehéz tűzérségi támadással és légi bombázással kötik le a védők figyelmét. Ha esetleg arctámadásra lenne szükség, a németek az összes nehéz fegyvert és a légierőt egyetlen célpontra koncentrálják. Ekkor a tüzérség koncentrálódik, és az adott célpontot közvetlenül támadja. A gyalogságot rohamlövegek és harckocsik kísérik, amelyek harcképtelenné tesznek minden újonnan felbukkanó ellenséges erőt. A németek közvetlen célja mindig az ellenség birtokolta területek felszabadítása volt. Ezeket a területeket aztán a lehető legtöbb apró, egymástól elzárt katlanná alakították, hogy ezáltal korlátozzák az ellenség mozgásszabadságát. Ahol lehetséges volt, a németek előre nyomulásuk során lyukakat robbantottak az egymás mellett álló házak falába, hogy ezáltal fedezéket biztosítsanak az előre nyomuló gyalogságnak. Ezek az átjárók védelmet jelentettek az utánpótlás szállításakor és a sérültek kimenekítésekor is. A házakat kisebb kézi fegyverekkel veszik be. Ha lehet, a németek elkerülik az utcákat, és inkább a hátsó udvarokon és a tetőkön át támadnak. Az előre nyomulás elősegítéséhez igyekeznek elfoglalni a magasabb épületeket, amelyek előnyös megfigyelési és tüzelési helyzetet biztosítanak. Amikor egy városrészt megszállnak, lezárnak minden megszállott területről kiinduló utcát, lezárják az összes ház kiáratát, és alapos kutatással átfésülik a padlásokat, háztetőket, pincéket, udvarokat és lépcsőházakat.
A kis és nagyvárosok, valamint a falvak igen fontosak a hadműveletek szempontjából. Itt él a lakosság nagy része, itt folyik a termelés zöme. Ezért ezeknek a területeknek az elfoglalása az ellenséges lakosság és az ellenséges ipari termelés feletti ellenőrzést is biztosítja. Ezen kívül a falvak és városok egyben kommunikációs központok is. Itt futnak össze az utak, és a hadseregek az utak mentén haladnak előre, és az utánpótlás is az utakon halad. Tehát a falvak és a városok fölötti uralom egyben az utak, és így bizonyos fokig a harcmezők fölötti uralmat is jelenti. Ha egy hadsereg szeretné megvédeni az utakat és a vasutakat, abba a városba kell mennie, amelyen az az út vagy az a vasút áthalad, hiszen ott vannak házak, amelyekben és amelyek mögött védelmet lehet találni. Aztán ott lehet gyártani, építeni valamit. Vannak falak, árkok, szóval tökéletes terepet biztosítanak a támadóval szemben. Egy hadseregnek mindig nagyon nehéz átverekednie magát egy településen. Volt egy fontos eszköz, ami előnyt biztosított a németeknek a tűzharcban, és ez a könnyű géppuska volt, melyet gyalogosan is igen könnyű volt szállítani. Az MG-34-es géppuska volt a német hadsereg első általános célra használható géppuskája. A rászerelt kétlábú állvánnyal használva könnyű géppuskaként, a speciális háromlábú állvánnyal pedig nehéz géppuskaként lehetett alkalmazni. Így a német gyalogos szakaszok képesek voltak egyesíteni a mozgékonyságot és a nagy tűzerőt. Az MG-34-est már a II. Világháborúban hadrendbe állították. Népszerűségére mi sem jellemzőbb, mint hogy a háború végéig 350 ezer darabot gyártottak le belőle. Az MG-34 mellett az MP-38-as és az MP-40-es géppisztolyok szintén már a háború első szakaszában megjelentek. Ezt a fegyvert gyakran Schmeissernek is nevezték, bár maga Hugo Schmeisser, akit a tervezőjének tartottak, valójában semmilyen szerepet nem játszott a fegyver kifejlesztésében. Az MP-38-as előállításánál lemez sajtolást alkalmaztak, ami lényegesen leegyszerűsítette a gyártást. A szokásos fából készült puskatust egy kihajtható váltámasszal helyettesítették, így a géppisztoly a gépesített lövész alakulatok kedvenc fegyvere lett. 150 lövedéket volt képes kilőni percenként 1600 méteres távolságra, bár a hatásos lőtávolsága 180 méter volt. A fegyver igen népszerű volt a németek és a szövetségesek körében is, ha sikerült megkaparintaniuk. A Schmeisser egyetlen komolyabb hibája a beragadásra való fokozott hajlama volt. A géppisztoly lényegében egy gyors pisztoly. Apró pisztolygolyókat lő ki, és már nem nagy a tűzereje. De egy emberi testet azért darabokra bír szaggatni. És ha a katonánál géppisztoly van, képes csípőből tüzelni vele. Csak meghúzza az elsütő billentyűt, és már is rengeteg golyót lőhet ki. Könnyű újra tölteni, könnyű használni, és elegendő tűzerőt biztosít közelharc esetén. A Schmeissert gyakran használták a felderítő járőrök is, ahol egy egység egy tiszthelyettesből és 3-4 közlegényből állt, és a feladat az volt, hogy információt szerezzenek az ellenfél csapatainak és aknamezőinek elhelyezkedéséről. Kerülték a harcot, és ha megtámadták őket, igyekeztek visszavonulni. A támadó járőrök ennek épp az ellentétei voltak. A szabályok szerint egy támadó járőrt egy őrmester vezet, aki 15-20 embert irányít. Ők pedig két egyenlő nagyságú szakaszban tevékenykednek, két szakaszvezető irányítása mellett. Ezek amolyan portyázó járőrök, akiknek a feladata leginkább az, hogy harcba bocsátkozzanak az ellenféllel, és ezáltal felmérjék az ellenséges állások erejét. Ha az ellenfél gyengének tűnik, az őrjárat megtámadja, megszállja az állást, és ott marad, amíg az őket követő csapatok fel nem váltják. Ha a harcálláspontot erősen védik, az őrjárat egy nagyobb egységgel tér vissza. Ahogy a háború kezdett elhúzódni, a nagyon hatékony MG-34-es géppuskát a továbbfejlesztett MG-42-es váltotta fel. A harctéri körülmények, különösen amelyekkel a németek a fagyos orosz cseppéken szembesültek, bebizonyították, hogy az MG-34-esnek komoly problémái voltak.
Csúcsminőségű fegyver volt ez, ám ez azt is jelentette, hogy nem tudott megbirkózni a hihetetlenül hideg orosz téllel és az afrikai homok porával. Az MG-34-est felváltó MG-42-est gyorsabban elő lehetett állítani, ráadásul még hatékonyabb módon, mint az elődjét. A lőtávolsága hasonló volt, de a tűzgyorsasága jóval nagyobb, 1200-1500 lövedék percenként. Ezért nagyon jellegzetes volt a hangja, hasonlított az elhasadó ruhákéhoz, és a szövetségesek igencsak rettegtek tőle. Nagyon strapabíró és közkedvelt fegyver volt. Ezt a típust tartották a II. Világháború leghatékonyabb géppuskájának. Egy a keleti fronton 1943-ban harcolt veterán katona így emlékezik vissza a fegyver használatára. Én nem tudtam rendesen használni azt a fegyvert. Állandóan beremegett. Télen viszont a német géppuskák alig bírtak működni a nagy hidegben. Főleg a 42-esek, amelyeket már a háború alatt kezdtek gyártani. Volt egy 34-es géppuskánk, ami lassan tüzelt. Tak, tak, tak. A 42-es viszont trrr, és a golyókat olyan gyorsan köptek ki, hogy hamar kiürült a tár. Ezek a fegyverek nagyon érzékenyek voltak például a homokra. Az egyik leggyakoribb terep, amivel a német erőknek szembe kellett nézniük, a végtelen orosz erdőségek voltak. Itt fejlesztették ki azokat a taktikákat, melyeket később az előre nyomuló amerikaiak ellen is bevetettek. Az erdei támadáskor a németek rendszerint század szektorra osztják a területet. Nagy figyelmet szentelnek a leggyengébben védett ellenséges állások felkutatásának. A század rendszerint ék alakban nyomul előre. Hogy meglepetésszerűen csaphassanak le, gyakran elhagyják az utakat és kerülő utat tesznek. Ahogy a támadó század első emberei látótávolságba érnek az ellenféllel, a német egységek közelharc távolságig lopakodnak előre, mindig fenntartva a kapcsolatot a szomszédos és az őket követő egységekkel. Aztán a század megtámadja az ellenséges állásokat, nagyszámú kézigránátot, robbanóanyagokat és kézifegyvereket használva. Az előre nyomuló egységek igyekeznek a legmélyebben előre hatolni, miközben az ék mindkét szárnya egyre szélesebb vonalban nyomul előre. Ezután a századparancsnok eldönti, hogy felszámolják-e a maradék ellenállást, vagy tartsák-e a frontot, amíg erősítés érkezik, hogy aztán folytathassák a támadást. A németek a finn csapatoktól eltanultak egy igen hatékony erdei aknavetős módszert. A megfigyelő és a telefonkezelő előre megy. Az aknavető személyzetéhez futó zsinór éppen 200 méteres. Az egyik ember feladata, hogy a zsinór ne akadjon fel sehol, és amennyire lehetséges, egyenesen haladjon. Amikor az előre tolt állás megpillantja az ellenséget, a megfigyelő megítéli a távolságot maga és a célpont között, és aztán még 200 métert hozzáad. A zárótűz jellegű csapás az egymáshoz túl közel lévő ellenséges és saját csapatok miatt túl veszélyes lenne. Az erdők igen érdekesen befolyásolták a csatákat, mivel kiterjedt fedezéket biztosítottak a védelemnek, ezáltal megnehezítve a támadók dolgát. Emellett gyakran átjárhatatlan terepnek bizonyultak a közepes és nehéz harckocsik számára, így a páncélosok előnyei elvesztek, és a tüzérség sem tudott elég hatékonyan működni az erdőben. Sőt, tűzharc esetén a fák még egyfajta védőernyőként is működtek. Tehát az erdők amolyan természetes védvonalat biztosítottak a támadó csapatok ellen. Ez persze nagyon elbizonytalaníthatja a támadókat, mivel ha itt rájuk lőnek, nem nagyon tudják, honnan is érkeztek a lövedékek. Így hát, amíg ezt ki nem derítik, megtorpan az előre nyomulásuk, és elég nehezen haladnak előre. Az erdei harcokban különösen hatékony fegyvernek bizonyult a német hadsereg II. Világháborúban alkalmazott egyik leghatékonyabb fegyvere, a rohampuska.
Az alapgondolat az volt, hogy a puska legjobb tulajdonságait, azaz a pontosságot és a nagy lőtávolságot ötvözzék a gépfegyverek tűzsebességével. A feljegyzések szerint a II. Világháborúban az összecsapások zömét 1000 méteres lőtávolságon belül vívták, ezért a nagy távolságú találati pontosságnak nem kellett nagy figyelmet szentelni. Az eredmény az MP44-es volt. A fegyver préselt lemezekből készült, ami a gyártását gazdaságossá és hatékonnyá tette. A fegyverrel pontlövést és sorozatlövést egyaránt végre lehetett hajtani. Kisebb 792-es lőszert kellett használni hozzá, melyet kurcnak neveztek. Ez nem repült olyan távolságokra, mint a nagyobb lőszer, de pompásan megfelelt az új fegyverhez, amellyel 800 méterig pontosan lehetett lőni. A lőszereket cserélhető 30-as ívelt tárban helyezkedtek el. Ennek az újszerű fegyvernek még jó néhány változatát állították elő, köztük a görbített csövű változatot, amellyel még a sarkok mögül is egészen pontosan lehetett lőni. Az MP44-es sikeresnek bizonyult, és a háború végéig több tízezret gyártottak belőle. A rohamfegyver félúton volt a géppisztoly és a puska között, és mindkettő több előnyös tulajdonságát is ötvözte. Kicsit nehezek voltak, kicsit hosszabb csővel, és a puskákhoz hasonló pontossággal lehetett lőni velük, ám ugyanakkor nagyon gyorsan tüzeltek. A hagyományos puskákkal az ember az arca mellé szorítva lő, ami előnyös a célzáshoz, de nem jó, ha futni kell, hiszen úgy nem lehet célozni, és a puskát az arcunkhoz szorítva futni sem nagyon tudunk, és ha elesünk, komolyan megsérülhetünk. Tehát a roham puska alapötlete az volt, hogy hagyományos puskalőszerrel pontosan tüzeljen, de csípőből lehessen vele lőni, így futás közben is lehessen használni. Tehát futás közben is fedező tüzet tudunk vele biztosítani, illetve támadáskor képesek vagyunk vele gyorsan tüzelni. Tehát a rohamfegyvert a támadás utolsó szakaszára tervezték, amikor a katona már nincs fedezékben, nincs sok ideje célozgatni, ezért nem is vacakol azzal, hogy az arcához emelje a fegyvert, mivel nem is nagyon céloz vele. Ez a speciális tervezésű fegyver lehetővé teszi, hogy a katona az utolsó métereket már futva tegye meg, mivel képes magának fedezőtüzet biztosítani. Bár a géppisztolyok, rohampuskák és géppuskák alkották az elsődleges gyalogsági fegyverzetet, a keményen küzdő gyalogos alakulatok egy sor más fegyvert is alkalmaztak. Az egyik leghatékonyabb közülük az akna volt. A német hadsereg a háború évei alatt számtalan aknatípust fejlesztett ki, és a háború előre haladtával egyre többet gyártott le belőlük. Ennek a rettenetes fegyvernek két alapvető változata volt. A harckocsik és a gyalogság ellen alkalmazott aknák. A leggyakoribb harckocsi akna az úgynevezett Tellermine B, azaz tányérakna volt. Ez egy kör alakú 30 cm átmérőjű fémtárgy, ami 5 kg robbanóanyagot tartalmaz egy préselt fémdobozban. A gyutacs az akna közepén helyezkedik el, és akkor gyújt, ha 90-180 kg súly nehezedik rá. A jármű ránehezedő súlya elmozdította a gyújtószerkezetet, ami aztán beindította a detonátort, ami a fő töltetet robbantotta. Az évek során a tányéraknak különböző formai változtatásokon ment keresztül, hogy a lehető legnagyobb páncél átütő erőt produkálhassa. Az aknák képesek voltak átütni a harckocsik vékonyabb, alsó 20-30 mm-es páncéllemezét. Ha az ember egy tankban ül, hamar rájön, hogy az apróbb tűzfegyverek nem sok kárt tudnak tenni benne. Meghallja a kis kézi fegyverek kopogását a páncélon, ahogy a lövedékek ostromolják a külső páncélt, és nem sokára átéli a sebezhetetlenség érzését, és kezd úgy viselkedni, mint egy páncélos lovag. Ezek nagyon kemény fickók. Egy izraeli tábornok szerint a páncélos katona csak 60-as tempóban bír gondolkodni, mert megszokta, hogy csak előre kell mennie. Nem számít, mi kerül elé. De ha harckocsi aknákat helyezünk el az útjukban, rögtön összezavarodnak. Lényegében az aknák feladata, hogy lelassítsák az előrenyomulást,
hiszen ekkor a katonáknak előre kell menniük, és rohamkéseikkel végig kell szurkálniuk az utat, és ha aknákra bukkannak, ki is kell emelniük őket. Ez természetesen nagyon lelassítja az előrejutást, és még azzal a hátránnyal is jár, hogy csak egy szűk, nagyjából egy harckocsi szélességű átjárón lehet közlekedni, ami lehetetlenné teszi a széles vonalban történő előrenyomulást. Ez a két tényező egyaránt a közelben elhelyezkedő védőknek kedvez. Az aknamezők akkor a leghatékonyabbak, ha páncélelhárító fegyverekkel kombinálják őket, a géppuskák pedig alaposan megnehezítik azoknak a szerencsétleneknek a dolgát, akik épp az aknák felkutatásán fáradoznak. A harckocsiknál is nagyobb veszélyt jelentettek a gyalogság számára a taposóaknák. Ezekből is rengeteg méretűt és formájút gyártottak. Volt közöttük egy, amelytől a szövetséges katonák különösen rettegtek. Ez volt az S-akna. Maga a fegyver fémből készült, henger alakú volt és számtalan golyócskát tartalmazott. Volt egy rugó szerkezete, amely feldobta az aknát olyan egy méter magasra, majd az felrobbant. A fémgolyók ekkor szétvágódtak az ott lévő katonák közé. A 20 dekás töltet a szerkezet közepén helyezkedett el, és nyomással vagy botlódróttal lehetett robbantani. Aztán ott volt az üvegakna, amelyben a töltet a burkolaton kívül egy üvegedényben helyezkedett el. Amikor felrobbant, a robbanás ereje felfelé irányult. A B-szúróakna és a taposóakna lényegében hasonló eszközök voltak, mindkettőnek fából készült a burkolata. A szúróakna tetején egy fapálcika volt, és elég volt hozzáérni, hogy az akna felrobbanjon. A sumíne szintén félelmetes fegyver volt, az aknát ért legkisebb nyomás is felrobbanthatta. A gyalogsági aknák többségét fából készítették, így nehéz volt rájuk bukkanni a fémdetektorokkal, és ezek az aknák már 3-15 kilós nyomásra is robbantak. Ezeknek a gyalogsági taposóaknáknak és a harckocsi aknáknak természetesen erős demoralizáló hatásuk volt. Ha az utakon ásták el őket, az ellenség nem mehetett arra. A gyalogsági aknákat el lehetett helyezni a házak között, az ösvényeken és mindenféle helyen. Mindenféle csapdákat lehet felállítani velük, például hátrahagyott fegyverekkel, ugyanis a katonák megszállott szuvenírvadászok voltak. Így egy csinosabb német sisakot is alá lehetett aknázni, ami elég aljas leleményességre vall. A harckocsi és gyalogsági aknák nem csak a romboló hatásuk miatt hatékonyak, mert akadályozzák a támadást. Hiszen ugye senki nem szeretne a harckocsijával olyan úton haladni, ami alá van aknázva. Vagy senki sem küldi át szívesen a katonáit egy lehetségesen aláaknázott mezőn. Hanem ennél többről van szó. Ha az ember fog pár fehér szalagot, elkerít vele egy területet, és kirak pár olyan táblát, hogy Achtung Minen, vagyis vigyázat aknák, akkor az ellenfél nemigen fog átmenni azon a területen. Így az aknákkal ki lehet jelölni az ellenfél haladási útját, és arra irányíthatjuk, amerre szeretnénk. Így az ellenség csapatait a különféle aknákkal egy kis területre tudjuk koncentrálni. Ahogy a háború előre haladt, az aknák formája és hatékonysága is változott. A harckocsi aknáknak két főbb változata volt. Az első a Riegel 43-as akna volt. Ez egy hosszú, csaknem egy méteres fémdoboz volt, amelyben 4 kg robbanóanyagot tettek. A tervezéskor helyesen azt gondolták, hogy egy hosszabb aknára nagyobb eséllyel hajthat rá egy ellenséges jármű. 3 nyomólapot szereltek rá, 2 a szélére és 1 a közepére. A széleken 200, középen 400 kg-os nyomás aktiválta a gyutacsot. A másik főbb harckocsi akna a mágneses akna volt, más néven Hafthollandung, de a használatához igen bátor emberre volt szükség. Az aknára mágnes lapok voltak felszerelve, és kézzel kellett az ellenséges harckocsira helyezni.
Némelyik kézi telepítésű akna, mint például a Hafthol-ládunk is, képes volt akár 100 mm-es páncélzatot átütni, és ezáltal igen hatékony fegyver volt a harckocsik ellen, de kétséges volt, hogy a használója túlélte-e a működését. Elég veszélyesnek tűnhet ennek a tankelhárító fegyvernek a használata, de az igazat megvalva, ha a harckocsit nem kísérik gyalogosok, a támadónak meglehetősen jók az esélyei. Egy harckocsi belül igen zajos, ezért a bentülők nem nagyon tudják, mi történik odakint. Nehéz kilátni is. A harckocsin csak alig néhány vékony rés található, meg egy kicsi periszkóp. Így a tankból nem nagyon látni, mi történik kívül. Ezért lehetséges a közelébe jutni. Főleg, ha a hátulról vagy oldalról közelítjük meg. És fel lehet rá rakni a töltetet, amellyel, ha elpusztítani nem is, de megbénítani lehet a harckocsit. Volt még a németeknek egy említésre méltó taktikájuk, amikor is két tányéraknát a nagyobb hatékonyság eléréséhez egymásra helyeztek. Ha egy ellenséges katona meglátta és el akarta távolítani a felső aknát, ezzel beindította az alsót pusztító következményekkel. Az aknarakók és aknafelszedők között külön háború zajlott, és mindkét oldalon aljas trükköket vetettek be, hogy becsapják a másik felet. Például, amikor az ember rájön, hogy az egyik akna alatt egy másik hever, megfogja két aknát, egy zsinort teker köréjük, keres egy árkot, beleveti magát, hogy meghúzza a zsinort és felrobbantsa az aknákat, csak hogy az akna lerakója előrelátóan az árokba is tett egy taposó aknát. Egy másik módszer, amikor az akna fölé keréknyomokat nyomnak, így a terep teljesen biztonságosnak tűnik a sofőr számára, hiszen valaki már járt arra. Vagy hogy a földet igen finoman is rá lehet szórni az aknára, és csak miután már jó pár jármű átment rajta, akkor tömörül össze annyira, hogy lenyomja a taposólapot, és felrobbantsa az aknát. Szóval ez nagyon személyes, elkeseredett és piszkos küzdelem volt. Volt még egy ilyen kedvelt fegyverük, a kézigránát. A német kézigránátokat két osztályba lehet sorolni. Az első a nyeles gránát. Ez mintegy 30 cm-es volt fanyéllel, amelynek a tetejére egy fémfejet csavaroztak. A nyél teljes hosszában a biztosító zsinór futott végig. A katona lecsavart egy fémsapkát a nyél alján, meghúzta a zsinort és eldobta a gránátot. Ezzel elindított egy gyutacsot, ami 5 másodperc múlva robbantotta a 200 g körüli robbanó töltetet. A fémfej szétrobbant, és a darabjai 15 méteres körben szóródtak szét. A gránátot a formája miatt jóval messzebbre lehetett elhajítani, mint a szövetségesek ismert ananász formájú gránátját. Ennek a kézigránátnak a későbbi változatain még egy további fémhüvely volt található. A németeknek is megvolt a maguk kisebb tojásgránátja, az Eiergranate 39. Ez kicsi volt, sima felülettel, az egész teste robbanóanyaggal volt töltve, de soha nem volt olyan népszerű, mint a nyeles gránát. A kézigránátok a gyalogságnak amolyan közvetett tűzerőt biztosítottak. Nem túl nagy, de azért hatékony tűzerőt. Olyan célpontok ellen voltak hatásosak, melyeket nem lehetett közvetlenül eltalálni. Az ember áthajíthatta a gránátot egy akadály felett, a fák fölött, épület fölött, és anélkül robbant, hogy kárt tett volna a használójában, aki olyan 20 méterre állhatott tőle. A kézigránátok igen hatékonyak voltak, például a lövészárkok megtisztításában. Ha az ellenség beásta magát, és az oroszok igazán értettek ehhez, szóval ha az ellenség beásta magát, nem lehetett csak úgy szemből neki menni, mert rögtön megölt volna. A németek még az első világháborúban felismerték, hogy ilyenkor jobb távol maradni, és bot vagy tojásgránátokkal kell támadni. És a robbanás után szuronyt kell ragadni, hogy a még élőket megölhessék. Így a kézigránát egy egyszerű, de hatékony eszköz volt, ami a gyalogos katonák arzenáját egy igen nagy tűzerejű fegyverrel egészítette ki.
A háború későbbi szakaszában a német katonák szembe találhatták magukat a jobb minőségű szövetséges harckocsikkal. A megnövekedett nehézségeket orvosolandó, kifejlesztették a válról indítható páncéltörő rakétát, ami nagyon hatékonynak bizonyult. Az első ilyen a Panzerfaust vagy páncélököl volt. Egy üres fémcsőből állt, amelynek a közepén egy robbanó töltet helyezkedett el, az első végén pedig egy robbanó gránát. A gránát testén vékony fémszárnyak voltak, amelyek a kilövés után előugrottak, hogy stabilizálják a lövedék röppájáját. A kumulatív töltetű gránát igen hatékony volt, képes volt a 140 mm-es páncélzatot is átütni. Ez azt jelentette, hogy akkoriban gyakorlatilag bármilyen járművet el tudott pusztítani. Az először 1943-ban megjelent egyszerű elsütő szerkezetű és formájú fegyverrel csak egyetlen lövést lehetett leadni. A páncéltörő fegyverzet következő tagja a Panzerschreck, vagyis tankterror volt. A hivatalos nevén Raketenpanzerbüchse 54-es az amerikai bazooka másolata volt, melyel a németek először az észak-afrikai sivatagi harcokban ismerkedtek meg. A szárnyas, kumulatív töltetű 88 mm-es rakétát egy csőből lőtték ki egy másik töltet segítségével. Elsütő szerkezete elektromos volt, és a fegyver hatótávolsága elérte a 100 métert. 100 mm-es páncélt bírt átütni, ami akkor tájt bőven elegendő volt. A fémcső elejéhez egy fémlapot szereltek, amely a használót védte meg a kilövéskor keletkező forró gázoktól. A Panzerfaust és a Panzerschreck igen hatékonyak voltak, amennyiben a rakéta eltalálta a célpontot. Ugyanakkor csak rövid távolságra hordtak, és nem voltak túl pontosak. A Panzerschreck, ami lényegében az amerikai bazooka német megfelelője volt, elég nehézkes fegyver volt. Két ember is kellett a működtetéséhez, de egy harmadik-negyedik személy is jól jött, ha fedezni kellett a kezelőket, vagy cipelni kellett a rakétákat. Többször is tüzelhetett, mivel maga a cső jó néhány egymás utáni lövést is kibírt. Ezzel szemben a Panzerfaust egyszer használatos, eldobható fegyver volt. Egyetlen lövés és kész, de jóval egyszerűbb volt az előállítása, mint a Panzerschrecknek, ezért a német birodalomban az utolsó hónapokban szó szerint több százezret gyártottak belőle. Egy páncéltörő fegyver több ezer márkába került, és az összeszerelése a komoly gyárakban dolgozó tapasztalt munkások több órai munkáját vette igénybe. De egy rakéta kilövőt néhányszor 10 márkából ki lehetett hozni. A háború végére, amikor Németország tartalékai kezdtek kimerülni, már kartonból gyártották. Olcsók voltak, könnyen összeállíthatók, és könnyű volt használni őket. Egyszerűen rányomtatták a használati utasítást, hogy bárki, aki a kezébe veszi, képes legyen működtetni. A hátsó felén egy nagy jelzés volt. Veszély, vigyázz, lángok, vagy valami hasonló felirattal, és az emberek tudták, hogy tényleg nem árt távol tartani magukat tőle. Ennek eredményeként bármelyik a rohamozó oroszok ellen Berlint védő kölyök kezébe lehetett nyomni, hogy tessék, lőd az ellenséget. De a hatékony fegyverek önmagukban nem voltak elegendőek a német sikerekhez. A szövetséges harckocsik elleni harcban a jó pozíciók kiválasztása mindig is létfontosságú volt. A védőállások kialakításakor a németek nagy hangsúlyt helyeznek a harckocsi akadályok kiépítésére. A harckocsijárok, a tüzérség és a védekező csapatok peremsávja között húzódik. Folyamatos árokról van szó, így az ellenségnek nincs esélye, hogy valahol könnyedén áttörjön. A saját csapatok manőverezéséhez szükséges átjárókat úgy alakították ki, hogy bármikor fel lehessen robbantani őket. A németek tudják, hogy az akadályok csak akkor hatékonyak, ha különféle fegyverekkel tűz alatt lehet tartani őket. A harckocsi árkok mögött általában lövészárkok húzódnak, ahonnét géppuskákkal és páncéltörő fegyverekkel képesek lőni az akadályok teljes vonalát. A páncéltörő alakulatokat közelharcra kiképzett harckocsi elhárító egységek támogatják. Ha sikerül visszaverniük egy ellenséges tank támadását, az egység gyorsan megváltoztatja a helyzetét. Van két dolog, amit érdemes tudni, ha az ember gyalogosként egy harckocsit készül megtámadni. Az egyik, hogy bár a tank nagynak, sebezhetetlennek és igen veszélyesnek tűnik, a személyzete alig lát valamit.
Egy harckocsit legjobb esetben is félvaknak tekinthetünk, ezért, ha egy gyalogos jól álcázza magát és mozdulatlan marad, a harckocsiból 30-40-50 méterig igen nehéz őt célpontként azonosítani. 30-40-50 méterről viszont már a harckocsi is a gyalogos katona áldozatául eshet. A másik dolog, hogy bár a tank nagy, nehéz acéllal borított, veszélyes és sebezhetetlennek tűnik, azért van néhány gyenge pontja. Néha az is elég volt, ha a gyalogosok néhány gránátot dobtak a harckocsi lánctalpára, és az mozgásképtelenné vált. De hosszú távon ez nem volt elég. A tankot meg is kellett semmisíteni. A németek számtalan különleges fegyvert fejlesztettek ki. Megalkották az igen hatékony vakító bombát, amelyet, ha rádobtak egy ellenséges harckocsira, az teljesen el tudta vakítani a vezetőjét, parancsnokát, személyzetét. Tehát már nem tudtak harcolni. Már csak oda kellett menni hozzájuk, és be kellett dobni az egyik kémlelő résen egy ilyen CD-hez hasonló, csak éppen robbanó bombát, és bang, bent mindenki meghalt. És a tank már nem is jelentett veszélyt. Tehát egy egyszerű gyalogosnak még harckocsi elhárító fegyverek vagy páncéltörő rakéták nélkül is megvoltak a maga eszközei a harckocsik elleni harchoz. A túlerőben lévő orosz és szövetséges csapatokkal szemben a németek szükségképpen védekezésbe szorultak. A háború végső szakaszában az egykor meghódított városok most erődökként funkcionáltak. A németek a városokat és falvakat kitűnő harcállásoknak tekintik, főleg a téglaépületeket. A városok jó helyszínt biztosítanak a harckocsik elhárításához is, hiszen azok legyőzéséhez nagyszámú gyalogos katona szükséges. A városok vagy falvak épházainak védelmében a németek erős védővonalakat alakítanak ki. A város szélét, amit az ellenséges tüzérség könnyen támadhat, túlságosan veszélyesnek tartják. A védővonal szabálytalan alakú, hogy lehetővé tegye az oldalról jövő ellentámadást, de nagy erőfeszítéseket tesznek a legvégső pillanatig való álcázásra is. Kisebb harcálláspontok helyezkednek el a fő védővonal előtt, hogy megtörjék a támadás vonalát, illetve hogy oldalazó tüzet biztosítsanak. Mesterséges zsákutcákat alakítanak ki, hogy csapdába ejtsék a támadó erőket, hogy aztán a megmaradt mozgó járműveikkel teljesen elzárják a menekülés útját. Az épületek ajtajait bezárják, de valamennyi ablak nyitva van, hogy nehezebb legyen megállapítani, honnan tüzelnek. Felfedezésüket megnehezítendő, a németek a szobák közepéről tüzelnek, és gyakran változtatják a helyzetüket. Ha a ház összedől, a védekezés a pincékből és a romokból kialakított védőállásokból folytatódik. Nem volt véletlen, hogy a németek annyira makacsul védekeztek. Ennek hadászati és harcászati okai is voltak. Hadászati szinten ismert volt, hogy Hitler 1943-tól kezdve utasította tábornokait, hogy tilos meghátrálni, tartani kell a vonalakat. Ha nem teljesítették a parancsot, az volt a legkevesebb, hogy leváltották őket, de az SS-nek egyéb eszközei is voltak arra, hogy megtoroljanak egy esetleges, helytelen döntést. A másik az volt, hogy Németország igen hatékony védelmi tervet dolgozott ki. Szakítottak az első világháború statikus lövészárok taktikájával, ami ekkorra könnyű célpontot jelentett volna a bombázóknak. Ha az embereinket lövészárokba küldjük, a bombázók hamar végezhetnek velük. A megoldás természetesen az, ha szétszórjuk a csapatokat, és a németek tényleg művészi fokon tudtak védekezni, de elsősorban nem az emberi erőforrásokra, hanem a tűzerőre hagyatkoztak. Rengeteg géppuskát, aknavetőt, taposóaknát, továbbá támogató tüzérséget és harckocsi elhárító fegyvert alkalmaztak. Egy másik ok természetesen az volt, hogy a német katonák nagyon is tudták, hogy Franciaországban és Oroszországban kell megküzdeniük az ellenséggel, mert ha visszahúzódnak, előbb-utóbb Németországban találják magukat, és főleg ami az oroszokat illeti, tudták, hogy mivel a német hadsereg rettenetes dolgokat művelt velük, várható, hogy az oroszok is hasonlóan fognak eljárni Németországban. A német katonák rájöttek, hogyha valamikor Oroszországban megerőszakolták egy férfi lányát a konyhaasztalon, most az a férfi visszajön, hogy elkapja őket, és olyan dolgokat
vagy talán még rosszabbakat fog tenni velük, mint amit ők követtek el ellene. A németek pontosan tudták, mennyi szörnyűséget követtek el az oroszokkal szemben. A védelmi állásokban való harcot egy másik gyalogosan szállítható fegyver, az aknavető is nagyban segítette. Az aknavető személyes tüzérséget biztosított a frontvonalon is. A német aknavetők többféle méretben készültek. Volt az 5 cm-es, a 8 cm-es és a 12 cm-es űrméretű. Az 5 cm-es könnyű 36-os aknavető típus két részből állt. Egy talpazatból és a csőből. Egy 1 kilós szárnyas bombát 550 méter távolságra tudott kilőni. Ez a fegyver azonban túl kicsinek bizonyult a legtöbb harci helyzetben, ezért rövidesen bevezették a 8 cm-es 34-es modellt. A három részből álló aknavető alkatrészei a cső, a talpazat és a támasztókarok voltak. 2500 méterre bírt ellőni egy 2,5 kilós lövedéket, és így már sokkal hatékonyabb fegyvernek bizonyult. A legnagyobb aknavető a 12 cm-es volt, a 42-es, amelyet kimondottan az oroszországi csatákra is jellemző nagyobb lőtávolságon vívott összecsapásokra terveztek. 14 kilós lövedékét 6500 méterre bírta ellőni, de mind az aknavetőt, mind pedig a lőszert igen nehéz volt mozgatni. Az aknavető az első és a második világháborúban kiemelt szerepet kapott, mint a gyalogság saját tüzérségi eszköze. Az aknavetős csapatok elég közel húzódtak az ellenséges vonalakhoz pár száz méterre, és nagyon gyorsan harcba tudtak bocsátkozni velük, ami taktikailag igen előnyös volt. Az aknavetők csaknem függőlegesen lőttek, ezért a lövedék pusztítási területe is szinte szabályos kör alakú volt, nagyjából 20-25 méter átmérőjű, az akna méretétől függően. Tehát könnyű volt felállítani, könnyen megcélozhatták vele az ellenséget, és igen halálos fegyvernek bizonyult. Az aknavetők főleg rövidebb lőtávolságokon voltak hatékonyak, és igen nagy szerepet játszottak a németek által megszállt városok és falvak védelmében. A kisebb falvak esetében a helység védelmének általános megerősítését általában elégségesnek tartották. Nagyobb települések esetén egy külső védelmi vonalat is felállítottak a belső mellé. A védelmi rendszer legfontosabb eleme a külső védővonal, ami egy vagy több árokrendszerből állt, és mindegyiknek jó rálátása volt a csatatérre. A külső árkok gyakran egész távol húzódnak a falutól, feltéve, hogy ezzel nem akadályozzák a harckocsi elhárító védővonalat, amennyiben ilyet is alkalmaznak. A tüzérség és a nehéz fegyverek egységesen a külső gyűrű védelmét támogatják, bár néhány fegyvert felszoktak használni az egyes állások vagy utak védelmére is. Ha már a belső gyűrűhöz közelebb folyik a harc, a németek megosztják a tüzérséget, és a gyalogos csapatok közvetlen támogatására használják azt. Ahogy a harcászati és hadászati célkitűzések kezdtek kudarcot vallani, a német csapatok egyre inkább alkalmi harcoló alakulatokká váltak, hogy valahogy biztosítani tudják a védelmet. Az alkalmi alakulatokat visszavonulás esetén rendszerint valamilyen különleges feladat elvégzésére állítják össze. Például egy ellentámadás kivitelezésére, egy olyan objektum megvédésére, amelynek megtartása elengedhetetlen a visszavonuláshoz. A németek által támadásra és védekezésre egyaránt bevetett alkalmi alakulatok egy vagy két századból álltak, és harckocsi zászlóaljak is tartoztak hozzájuk. De páncéltörő és légvédelmi egységeket, sőt felderítőket is magukban foglalhattak. Minden esetben igyekeznek az adott feladathoz leginkább alkalmas egységet összeállítani. Persze az alkalmi egységek összeállítását nem annyira az határozza meg, hogy milyen alakulatokat kellene átvenni a harcoló csapatoktól, hanem sokkal inkább az, hogy a parancsnokok milyen egységeket képesek összeállítani a lecsökkent létszámú és gyakran nem is összetartozó alakulatokból, csapatokból. A
A németek igen gyakran használtak alkalmi egységeket a II. Világháborúban. Ezek létszáma az 50-100 főtől az 1000-ig terjedt. Ezek a katonák motorokkal, géppuskákkal, aknavetőkkel, és persze gránátokkal, és mindenféle kézi páncéltörő fegyverekkel voltak felszerelve. Főleg a támadó orosz csapatok által áttört német vonalak megerősítése volt a céljuk. Persze ez már az elkeseredettség jele volt, hiszen mindenféle elérhető egységet összeszedtek, hogy valamilyen hatékonyan harcoló, vegyes alakulatot tákoljanak össze belőlük. Mivel a németek két fő fronton harcoltak, sosem lehettek túlerőben, ezért kitűnő fegyverekre volt szükségük. És persze kitűnő módszerek kellettek, hogy hogyan használják ezeket a fegyvereket. Ugyanis a németek soha nem hagyatkoztak csakis nagyszerű fegyvereikre. Mindig tudták, hogy a kiváló fegyvereknél is sokkal fontosabb az, hogy hogyan használják őket.